Elmesélek egy rövid történetet. Karácsonykor, karácsony előtt a pesti srácoknak olvastam egy cikkét, hogy megjelent Borvendég Zsuzsannának legújabb könyve, A hálózat pénze. És olvastam a cikket, és amikor ott le voltak írva, az döbbenet volt. Tehát azt mondom, hát ha ez igaz, ha ennek csak a fele igaz, és nem csak a fele, hanem az egész igaz, ha csak a fele igaz, akkor az szerintem nyilvánosságot követel. Tehát, hogy ezt tudni kell az embereknek, hogy itt az elmúlt éveinkben, hogy is mondjam, mondhatom azt, hogy mondjuk a második világháború utántól, amiket vizsgált időszakot, onnantól talán napjainkig, furcsán működik a gazdaság. És hogy most olyan adatokat fognak hallani a kedves nézők, amiktől tátva fog maradni a szájuk, én ezt garantálom már itt az elején, hogy karácsonykor ott álltam a könyvesboltban a kislányommal, és mondom neki, hogy pont észrevettem ezt a könyvet, és mondom a kislányomnak, hogy tudod, miket írt ez a nő? Azt mondom, az őrület. Tehát, hogyha az igaz, amiket ebben a könyvben olvashat az ember, akkor az döbbenet. Na és akkor jött a karácsony, karácsonyfalat, ott volt a könyv, és köszönöm a lányomnak, most is ki is olvastam, és tényleg, amiket ott írt, és akkor még mindig hadd ne adjam át a szót, mert elkezdenek gondolkodni az emberek, hogy ez konteó, hogy hát ez ilyet. Ezek ilyen kitalált történetek, ez nem igaz. Na most ez annyira igaz, hogy miközben olvastam a könyvet, mindenhol ott volt a jegyzetben, hogy honnan vette az információt. És amihez én gyorsan hozzá tudtam férni, az, hogy a CIA-nak is voltak olyan most már vizsgálható dokumentumai, ami annak idején titkosak voltak, rajta is van a top secret, és oda van írva, hogy CIA.gov. És ott van egy hosszú sor, hát mondom, ezt a hosszú sort én most beírom, írtam, és akkor kiírta, hogy máshol van ez az adat. Akkor beírtam, utána már meg lehetett keresni ott a CIA-nak a honlapján, akkor beírtam azt a bizonyos nevet, akiről szólt ez, hogy a CIA megfigyelte Magyarországon, és ott volt a név, és oda volt írva, és tényleg az, hogy Budapesten ekkor avval találkozott, és hogy ez hogy amikor, tehát ennyire számomra most hiteles könyvet olvassa az ember, akkor már úgy voltam vele, hogy meg kéne keressem az íróját. És most azért vagyok itt, hogy beszélgessünk erről az időszakról. Tehát akkor talán vágjunk bele. Most nem akarom ellelőni egy jó pár poént, de én biztos, hogy bele fogok kérdezni, és fogok olyan dolgokat kérdezem, amiket olvastam ebbe a könyvbe. Kezdjük el akkor. Mondjuk el az embereknek, hogy tehát az emberekben, meg a történelemkönyvben is úgy van, vége van a második világháborúba, lehúzzák a vasfüggönyt, mi a vasfüggöny ennek az oldalán maradtunk, ragadtunk, szovjet befolyás alatt, és a másik oldalon meg ott volt a nagy nyugat, és hogy akkor ezektől elvileg, meg hát mi úgy is tanultuk, hogy gyakorlatilag is el voltunk szigetelve. És ugyanakkor, ahogy olvastam a könyvet, dehogy voltunk elszigetelve. Voltak bizonyos érdekcsoportok, amik ezeken úgy átjártak a vasfüggönyön, ahogy akartak. Igen, és nagyon szépen köszönöm ezt a riportot, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, tehát az a fajta nagyon sematikus kép, amit a történelemkönyvekből tanultunk, az azért rendesen korrekcióra szorul. Ugye önmagában, ha az ember belegondol, ma már itt a globalizált világban ülünk, de ez a globalizáció nem 90-ben kezdődik. Azért a gazdaság globalizációja már a 20. század elején is elég erősen megfigyelhető. Azért a multinacionális cégek terjeszkedésével már a 20. század közepén a gazdaság olyan szinten internacionális, nemzetközi, hogy nem lehet mesterségesen egy vasfüggönnyel keresztbe vagy félbevágni. Tehát nyilvánvaló, hogy azok a gazdaság érdekeltségek, amelynek létfenntartás, a létszükséglete, a tőkeáramlás, a tőkemozgás, az nem fog megállni egy vasfüggönynél. Tehát eleve ez az egész ideológiai maszlag, amit a kommunizmus és a nyugat versengése rákényszerít az emberek tudatára, hogy ez így működik, azért ezt erősen árnyalni kell.
áll. Nem beszélve arról, hogy maga a Szovjetunió létrejötte és nyugati tőkéből jön létre. Hát Leninéket nem csak a nyugati titkos szolgálatok segítik, képzik ki, hogy ugye kiugrasszák a cári Oroszországot az első világháborúból, hanem addigra már egy nagyon komoly baloldali hálózat működik nyugaton. Egy olyan komoly kapcsolatrendszere van Leninéknek, Amerikától Nyugat-Európán át, talán, de Közép-Európában is, csak ugye itt azért elég erős illegalitásban kell működniük, főleg a második, az első világháború után. Szóval egy olyan hálózat, baloldali hálózat áll Leninék mögött, amely mindent megtesznek arra, hogy ez a társadalmi kísérlet, ez megvalósuljon. Lehet, hogy azért, mert hisznek is benne, én ezt nem vitatom el tőlük, de azért nagyon komoly pénzügyi érdekeltségek is vannak mögötte, hiszen Oroszország egy olyan hatalmas terület, ami nyersanyag bázist jelent ugye a nyugat számára, hogy azt a fajta bezártságot és azt a fajta feudális rendet, ami a cárizmus alatt még működött, ami azért mondjuk el, hogy lehet, hogy feudális, meg sok mindent el lehet rá mondani, de nem nemzeti, tehát egy védi a saját érdekeit a cári orosz birodalom, kevéssé nyit, kevéssé engedi a nagy nyugati kapitalista tőkét beáramolni és ezzel teret nyerni. És Lenin, amikor átveszi a hatalmat, akkor az államosítások után egyből visszaadja koncesszióba a különböző iparágazatokat, tehát a nagy nyugat és főleg amerikai tőke akkor behatol, már a 10-es évek végén behatol a létrejövő szovjet Oroszországba, és egyetlen terület egyébként, amit Lenin nem ad vissza a koncesszióba, az a külkereskedelem, tehát az az első pillanattól kezdve a kommunisták monopóliuma. Nem véletlenül, mert azzal tudnak, egyrészt, tehát két oka is van szerintem, egyrészt az, hogy ez egy olyan kapcsolatrendszer, egy érő kapcsolatrendszer, az egész világban ugye a kereskedelem, amelyen keresztül felügyelni lehet a nyugati kapcsolatokat, de felügyelni lehet a tőkeáramlást is, hiszen ezekben a kereskedelmi kapcsolatokban folyamatos a pénzmozgás. Itt álljunk meg egy pillanatra. Gondolják át most Magyarországon kikuralják a kereskedelmet. A külföldi nagykereskedők, nem pedig mi, magyarok. Két világháború között, az is nagyon érdekes, hogy Hortiék szerintem ezt realizálják, észreveszik. Tehát mindent megtesznek azért, hogy a létrejövő Szovjetunió itt Magyarországon jelentős gazdasági hálózatot tudjon kiépíteni, azzal együtt, hogy rájuk vagyunk szorulva, mert a Trianon után nincsen például olaj hozzáférésünk, tehát csak a szovjet olajat tudjuk évekig importálni. Úgyhogy ezzel együtt azért Horték nagyon vigyáznak, hogy ne erősödjön föl, de van komoly illegális baloldali mozgalom így is Magyarországon. Viszont a tanácsköztársaság bukása után egy olyan Magyarországról származó baloldali elit, ezt az elitet idézőjelben mondom, mennek szét, vagy szorodnak szét egész Európában, akik kitanulják ennek az illegális hálózatnak minden csinyát, binyát. Tehát a pénz, az illegális pénzmozgásokban is otthon vannak, a Kominternek a felső vezetése tele van Magyarországról elszármazott kommunistákkal, akik olyan tudást szereznek a két világháború között, egyébként egy részük aztán visszamegy Moszkvába, és aztán 44 őszén Moszkvából kerül ide Magyarországra, tehát a bizonyos moszkovita csoport, tehát olyan tudással rendelkeznek, ami behozhatatlan előny számukra. És véleményem szerint ennek is köszönhető, tehát hogy a két világháborúban ennyire benne volt a magyarországi kommunista mozgalom a nyugat-európai hálózati működésben, hogy őket bízzák meg azzal, hogy a kialakuló új világrendben, mert azért azt már mindenki tudja itt a 40-es évek közepén, tehát a világháború utolsó pár évében, hogy itt azért a komoly nagy hasadék a nyugat és a szovjetek között lesz, hogyha legyőzik Hitlert. Tehát készülnek a kétpólusú világrendre, hogy a nagy ellenfél mellé, Amerika mellé bejön Szovjet-Oroszország. És ebben a kétpólusú világrendben, ebben a versengésben nem mindegy, hogy építik ki azokat a gazdasági vonalakat, amely az oroszoknak, illetve a szovjeteknek komoly potenciált fog jelenteni egyrészt azért, nem csak a pénz miatt, nem csak a nyugati tőke miatt, hanem azért is, mert azok a kommunista hálózatok a második világháború után, amik már mondom, azért a 17 előtt is már komolyan épülnek, de aztán a két világháború között meg nagyon, azok
innentől kezdve az lesz a szerepük, hogy belülről bomlasszák a nyugati társadalmakat. Ugye a szovjetek készülnek a világforradalomra, teljes világuralomra, nekik létszükséglet ez a hálózat. És ennek a hálózatnak a fenntartása, működtetése és pénzelése, ahhoz nagyon fontos, hogy legyen valami olyan fedő, valami legalitás nyújtó fedő tevékenység, és ez a kereskedelem, amelynek a működtetésével a magyar kommunisták vannak, vagy a magyarországi kommunisták vannak megbízva, nyilván ez geopolitika is, olyan helyen vagyunk, ami teljesen a nyugat szomszédsága, nyilván azért, mert nagyon jó gazdasági kapcsolataink vannak a német területekkel, hagyományosan, történelmileg, tehát egy csomó olyan apró dolog van, ami magyarokat predesztinálja erre, és nem beszélve arról, hogy jól ismerjük ezeket a hálózatokat. És aztán 44-ben ezek idejönnek, és azonnal megkezdik ezeknek a csatornáknak a kiépítését. És egyébként amit elmondtam a szovjet Leninről, hogy egyedül a kereskedelem az, amit nem enged ki a markából egy pillanatra sem, ugyanez megfigyelhető Magyarországon is. Úgy képzelje el, hogy 44. november 7-én, ugye még tart, még Budapestet körül se zárták, még igen, tehát csak közeledik Budapesthez a front, de már Debrecenben létrehozzák az első kommunista pártvállalatot. Ez egyébként a Szikra, ami később a Szikra nyomda lesz, vagy lehet, hogy Szegeden, nem Debrecenben, de most bizonytalan vagyok. Ez lesz az első olyan pártvállalat, ami nem egyszerűen csak nyomdaként üzemel, hanem egyéb gazdasági tevékenységeket is folytat, és ezzel megkezdődik egy olyan cégalapítási hullám, hogy 45 tavaszára már átláthatatlanul sok kommunista pártvállalat van Magyarországon. Minden helyi kis kommunista alapszervezet, pártalapszervezet megalapítja a saját cégét, ezek kereskedelemmel foglalkozó cégek. És ugye itt vagyunk a háború után, tökéletesen ki van szolgáltatva a magyar gazdaság, nincsen termelés, leáll azért, átmentek, áruhiány van, élelmiszerhiány van, tehát egy nagyon komoly csempészhálózat épül ki már 45 elejétől, aminek a kommunista politikai rendőrség egyébként a fő irányítója, és ezekből a csempész tevékenységeket végző cégek azok, amelyek megteremtik már 45 végére, de 46 nyarára már egészen biztos, ez már forrásokkal bizonyítható, a magyar külkereskedelem felett a kommunista felügyeletet. Pedig az államosítások csak 48-49-re fejeződnek be, tehát akkor jönnek létre a monopolizált állami külkereskedelmi vállalatok. De 46 közepére már egész biztos, hogy az egész a kommunisták felügyeletével működik, ráadásul úgy, hogy igazából a külkereskedelem valójában 47-re indul be, mert addig nincsen olyan termelés Magyarországon, amivel tényleg lényegi külkereskedelmet lehetne folytatni. Tehát az a szisztéma, amit Lenin csinál, az dettó megjelenik Magyarországon is. A második világháború után? Igen. Mondjunk egy-két példát, tehát hogy működött ez? Ez a hálózat, amiről beszéltem, ez a nyugat-európai baloldali hálózat, és annak a pénzügyi támogatása az 45-től kezdődően kötelező volt Magyarország számára is, meg a többi megszállt közép-kelet-európai ország számára is. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kereskedelmi fedéssel történt részben. Tehát az illegális pártfinanszírozásnak egy része úgy történt, hogy a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatokba beékelődött mindig egy közvetítő cég, aki jutalékot kapott azért, hogy a két eladó és a vevő között közvetít. Ez a közvetítő cég, ez egy kommunista pártvállalat volt, egy nyugaton lévő kommunista pártnak a vállalata. Olasz, francia, osztrák, belga, stb. Kommunista pártokat így finanszírozta a Szovjetunió. Ez a két világháború között kialakított rendszer volt. Ebben nekünk be kellett lépni. Ez nem magyar találmány volt, ez a közvetítő kereskedelem, de Magyarország volt az, aki ezt csúcsra járatta. Reexportnak hívják azt a fajta tevékenységet, amikor nem közvetlenül az eladótól kerül a vevőhöz a termék, hanem van egy közvetítő cég, aki a tevékenységért jutalékot kap. Ez a reexport, mondjuk a II. Világháború utáni évtizedekben még nem volt annyira gyakori, tehát bilaterális kapcsolatok voltak elsősorban a kereskedelemben. Magyarország
a világszinten, tehát a teljes külkereskedelmi forgalmának a legnagyobb százalékot mutatott Magyarországon, mint a reexport aránya kitett. Tehát itt mondjuk az 50-es évek közepén ilyen 12-13%-ot kell gondolni, tehát a teljes magyar külkereskedelmi forgalom 12-13%-a körül volt a reexport. Ami lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk Japánnak ekkor 0,1%, Nagy-Britániának 1-2%, és a Szovjetuniónak, amely kitalálja ezt a szisztémát ugye a nyugati pártok finanszírozására, ők is 7% körül vannak. Tehát gyakorlatilag még a szovjet reexport aránynak is majdnem a dupláját hozzuk az 50-es évek közepén, és tudni kell, hogy ezt a szisztémát egy idő után a magyar külkereskedelmi elit rájön arra, hogy tulajdonképpen saját zsebre is lehet ezeket a jutalékokat eltenni. Mert erre ráépül egy korrupciós hálózat. Ugyanis abban a pillanatban, hogyha ezt nem a nyeresség számít, meg nem profitorientáltan végzik a külkereskedelmet, akkor nyilván az a döntő szempont, hogy ki korrumpál jobban. És mivel létrejönnek ugye az államosított külkereskedelmi vállalatok 48-49-re, ezeket úgy kell elképzelni, hogy a termelőkapacitásoktól, az iparvállalatoktól megvonják a kereskedelmi jogot, kereskedni csak ezek az export-import cégek, az úgynevezett impexek tudnak, és viszont az impexeket nem terheli az előállítási költség. Tehát számukra nem az a fontos, hogy ennek a terméknek az előállítása gazdaságos legyen, hanem az dönt egy adott piaci versenyben, hogy melyik az a cég, akitől a külkereskedelmi vállalat realizálhat nagyobb nyereséget. Tehát aki jobban korrumpál, vagy jobban korrumpálható. Tehát, hogy ez az első pillanattól kezdve nagyon komoly visszaélésekre ad lehetőséget ez a szovjetizált külkereskedelmi rendszer, de mondom, eredetileg az ideológiája az, hogy a nyugati külkereskedelmi, és hát a nyugati kommunista pártokat tudják itt támogatni. A magyar külkereskedelmi elit a 60-as évekre ráébred arra, 60-as évek elején már, hogy ebből iszonyú komoly hasznot lehet húzni. Addigra már nagyon komoly föl van futtatva a reexport tevékenység, nagyon komoly kapcsolatrendszer van nyugaton. Annyira, hogy nem egyszerűen arról szól a reexport, hogy egy keleti blokkban lévő vállalat és egy nyugati vállalat közé ékelődik be egy magyar közvetítő, hanem nagyon sokszor két nyugati cég közé ékelődik be egy magyar közvetítő. Sőt, a reexport döntő többsége úgy működik, hogy két nyugati cég között közvetítünk. És hogy ebbe ugye mi a jó? Hát a nyugati cégnek azért jó, mert a magyar közvetítőfél olcsóbban adja tovább az adott terméket, mint ahogy megvásárolta. Tehát a vevőnek nagyon komoly haszna származik ebből, és a haszomból visszacsorgat jutalékként kis korrupciós pénzt magánzsebekbe. Tehát a magyar külkereskedelmi elitnek meg ez éri meg, azzal együtt, hogy közben a magyar gazdaság keményen erre ráfizet. A magyar külkereskedelem abban volt érdekelt, hogy veszteséges üzleteket kössön, mert így korrupciós pénzhez juthatott egy-egy ügynök, bankár. A veszteséget természetesen a magyar költségvetés fizette ki a külkereskedelmi cégnek. Áttételesen a magyar emberek munkáját használták korrupciós célokra. A 60-as évek elejéről már vannak olyan visszaemlékezések, például a Consumex nevű kereskedelmi vállalat kapcsán, hogy oda kerül egy fiatal jogász, aki megnyer valami pert. Jó hiszeműen nagyon örül, hogy akkor pert nyert, több millió forint üti a kereskedelmi cég markát, és ezért a vezetők letolják a fiatal jogászt, hogy ne ugráljon ennyire, így is akkor a nyereségük van, hogy már nem tudják, hogy eltüntetni az állam szeme elől, erre most megnyer egy pert, és akkor megint ide zúdul egy csomó pénz, mert ugye nekik az a céljuk, hogy ne kerüljön vissza a népgazdaságba, hanem ezeket a pénzeket igyekeznek eltüntetni különböző módozatokon, ekkor jelennek meg Magyarországon, tehát a Magyarországhoz köthető nyugati bankszámlák. Mekkora pénzekről lehet itt szó? Ugye én történész vagyok, gazdasági adatokhoz, meg bankadatokhoz nem nagyon tudok hozzászólni. Viszont van egy angol
bankárcsoport, akik régen offshore-ozással foglalkoztak, aztán csömörük lett, és akkor megpróbálták jóvá tenni a bűnüket, és létrehozták a saját szervezetüket, ez a Tax Justice Network nevezetű hálózat. Online elérhetőek egyébként az adataik, nagyon komoly kutatómunkát végeznek, és ők összeállították 2012-ben az egész világ legnagyobb, offshore-ban legnagyobb vesztes országait. És Magyarország a 20 legnagyobb vesztes között van. Az adatokat általában a 70-es évek elejétől kezdték gyűjteni, és 2010-ig, ugye 12-ben publikáltak, 2010-ig szólnak az adatok. Magyarországról csak 1980-tól vannak adataik. Tehát 1980 és 2010 között 242 milliárd dollár ment ki Magyarországról offshore-ba. Ha most hozzávesszük, hogy ugye a 90-ben 20 millió vagy 21 millió dollár adósság, vagy milliárd dollár adóssággal voltunk gyakorlatilag a csőd szélén, és hogyha azt megnézzük, hogy 2010-ben, amikor ameddig gyűjtik ezeket az adatokat, az akkori államadósságunknak is majdnem háromszorosa ez az érték, ez a 242 milliárd dollár. Írdatlan összeg, Bogár László tanár úr számolta ki, hogy ugye ez 30 év vesztesége 80-tól 2010-ig. Gyakorlatilag az ebben a 30 évben megtermelt nemzeti jövedelmünknek az egyharmada. Vagyis azt jelenti, hogy minden harmadik évben a teljes magyar nemzet ennek az offshore hálózatnak dolgozott. Ugye 79-ben Iránban van egy iszlamista fordulat, Teheránban az amerikai követséget megtámadják a felkelők, Amerika embargó alá helyezi Iránt. De hát, mint minden ideológiai szintű megfontolás, itt is inkább a pénz dominál, meg az gazdasági érdekek, úgyhogy Amerikának szüksége van az iráni olajra továbbra is, tehát megpróbál olyan utakat keresni, ahol látszólag az embargót fenntartja, de gyakorlatilag az iráni olajat ugyanúgy megszerzi. Itt jön a képbe Magyarország, aki köztudottan, tehát ezek a nagy multinacionális cégek tudják, hogy Magyarország az, akin keresztül reexportálni lehet, és megvan erre a módozat. Úgyhogy megkeresik, ez egy Fibro nevezetű cég egyébként, Philip Brothers a teljes neve, a legnagyobb amerikai magánolaj vállalatról van szó, és ez a Fibro megkeresi a magyar, hát itt Fekete Jánoson keresztül, azért hozzá kell, hogy magyareket mondjak. Fekete János az egyik központi figurája ennek az olajügyletnek, meg egyáltalán ennek az egész külkereskedelmi maffiának. És rajta keresztül a Mineral Impact-et találják meg azzal, hogy az iráni olajat eljuttassa Amerikába. A Mineral Impact ugye az ásványi energiahordozóknak a kereskedelmével foglalkozó külkereskedelmi vállalat, de azt tudni kell, hogy egy nagyon fontos momentum, hogy ez a külkereskedelmi maffia, vagy lobby, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ez a 60-as évek előre haladtával olyan erős érdekcsoporttá válik Magyarországon, hogy a magyar gazdasági döntésekre, politikai döntésekre nagyon komoly ráhatással van. Véleményem szerint nekik köszönhető az is, hogy az új gazdasági mechanizmus megbukik a 70-es évek elején. És azzal együtt, azzal párhuzamosan, amikor az új gazdasági mechanizmust elgáncsolják, elérik, hogy 1972-ben megszületik egy olyan jogszabály, egy pénzügyminiszteri rendelet egyébként, amely lehetővé teszi a külkereskedelmi vállalatok számára, hogy a nyugati kapitalista világban cégeket alapítsanak. Mindenféle előzetes hozzájárulás engedélyeztetés nélkül. Ilyen a blogban máshol nincs. Vannak hasonló dolgok, de konkrétan ilyen nincsen. Teljesen egyedülálló, innentől kezdve 72-től gombamód szaporodnak a nyugati kapitalista világban lévő cégek, amelyek ilyen vegyes vállalatokként, tehát mindig nem csak magyar tulajdonban vannak, hanem mindig behívnak külföldi tulajdonost is. Tehát ezek egy ilyen vegyes tulajdonban lévő vegyes vállalatok, és ilyen leánycégekként működnek.
Igen, nem, csak abban a pillanatban, hogy ott vannak kint, a kinti törvények érvényesek rájuk, tehát jogi személyként továbbra is alapíthatnak céget. Az általuk létrehozott cégek újabb cégeket alapíthatnak. Tehát létrejön egy olyan offshore hálózat, amelyet már nincsen nyilvántartva Magyarországon. Tehát az első leányvállalat még be van jegyezve, még van is valamiféle pénzügyi felügyelet felettük Magyarországon, de az általuk létrehozott cégek, meg az azok által létrehozott cégek, azok már semmiféle kötődéssel nem rendelkeznek Magyarországhoz, nem tudnak róla a magyar pénzügyi gazdálkodó szervezetek, tehát ez egy offshore jellegű hálózat. Na, a Mineral Impexnek is megvannak a maga cégei, tehát amikor itt a 80-as évek elején beindul ez az iráni olajüzlet, akkor nem közvetlenül a Mineral Impex, ami ezt végzi, hanem a Bécsben lévő leányvállalata, egy Mineralkontor nevezetű cég. És ez úgy néz ki, hogy a Mineral Impex megvásárolja az iráni olajat OPEC árakon, majd az ő leányvállalata, a Mineralkontor, a bécsi cég, világpiaci áron eladja az amerikaiaknak. A két ár között 10% a különbség, a világpiaci ár alacsonyabb. Tehát a magyar gazdaság minden egyes dolláron 10 centet veszít. És nyilván a Fibro, meg aki 10%-kal olcsóbban jut az iráni olajhoz, mint amennyiért meg tudnák közvetlenül vásárolni, illetve hát nem is tudja az embargó miatt, de ezt tegyük zárójelbe, nyilván neki ez egy nagyon jó üzlet, tehát abból a 10% nyereségből ő visszacsorgat magánzsebekbe pénzt. Hogy ez mit jelentett Magyarország számára? 100 dolláronként 10 dollár veszteséget. A dollár hiány ellenére megvettük Irántól az olajat dollárért. A Mineral Impex eladta az amerikaiaknak 10%-kal olcsóbban. A veszteséget a magyar államnak kellett kifizetnie dollárban, amit természetesen egy idő után már nem tudott finanszírozni az állam. A háttérben halmozódhatott a dollár hiány. Dollárt csak a nyugati bankokból kaphattunk. 1982-ben ezért is erőltette az akkori vezetés, hogy belépjünk a Nemzetközi Valutalapba és Világbankba, ezzel biztosítva a dollár fedezetét az olajüzletnek. Így természetesen növekedhetett az államadósságunk. Azt tudjuk, hogy a Mineral Impexnek a vezetője egy Russai István nevezető ember volt ekkor, aki a Mineralkontornak is a felének a vezetője, mert a Mineralkontor tulajdon részének az 50%-a a Mineral Impex tulajdonában van, tehát Russai István, aki tehát 50%-ban irányítja ezt a bécsi leányvállalatot, de a másik fele egy bécsi kereskedőnek, egy Korzil Heinrichnek a kezében van, és azt lehet tudni, hogy minden egyes vásárlás után a Russai, meg ez a Korzil Heinrich 1-2%-ot kap saját zsebre vissza. A többi pénzről nem tudjuk, hogy hova kerül, meg kap-e más is, azt tudjuk, hogy 1-2% hozzájuk jut felesben, tehát ugyanannyi. Ez a későbbiek szempontjából nagyon fontos. Tehát gyarapszik a pénz. Itt dollár százmilliók forognak, tehát nem egy-egy szállításon, iszonyú nagy tételben megy az iráni olaj. Egészen 89 végéig vannak adatok, hogy ebben a konstrukcióban megy, tehát egy évtizedről beszélünk. Tehát egy évtizedig a magyar állam, hogy is mondjam, ezt a veszteséget folyamatosan finanszírozta, így van, és mindezt úgy, hogy a belügyminisztérium 3/2-es csoportfőnöksége, ez a kémelhárítás, akinek feladata volt a nagy gazdasági visszaélések utáni nyomozás is, már a 80-as évek elején realizálja. Tehát 81-ben a kémelhárítás már jelzi a vezetőség, tehát a belügyi vezetés, a pártvezetés és a kormányzat felé is, hogy itt valami nagyon komoly anomália van ebben az üzletben, és hát figyelmeztet, nyomon kíséri, és semmiféle visszajelzést nem kap. Sem a pártól, sem a kormánytól, sem a belügyi vezetéstől. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha benne van mondjuk egy komoly pártállami maffia háttér, emögött már pedig biztos, hogy benne volt, tehát ez egy ugyan külön kérdés, hogy lehet ezt egy diktatúrában megcsinálni, hát csak úgy, hogy a diktatúra ezt támogatja, nyilvánvaló. Tehát, de akkor azt mondja a pártállami vezetés, hogy ezt felejtsd el, nincs itt semmi látnivaló, menjenek tovább, tipikus. Tehát, hogy ne nyomozzatok, de ezt sem mondja. Tehát a kémelhárítás ott van mindenféle
követhető utasítás nélkül, ezért azt az utat választja, hogy szemmel tartja ezt a hálózatot, és gyűjti az információkat, az adatokat, és időnként megpróbálja jelezni, de nem kap visszajelzést, hát gyűjti tovább. Ennek köszönhetően tudunk bármit is egyébként erről az ügyről. És hát nyilván azért azt tudom elképzelni, hogy azért nem történik semmiféle visszajelzés, mert azért itt ez a maffia-szerűen működő gazdasági hálózat azért ez nem egységes, és nincs benne mindenki. Itt ellenérdekeltek vannak, valószínűleg nagyon komoly gazdasági érdekellentétek feszülnek egymáshoz. Tehát nyilván van a politikai elit részében, egy részében olyan megközelítés, hogy gyűjtsék csak az adatokat, jó lehet az még zsarolásra, akár, vagy bármire. Tehát lehet, hogy mi nem vagyunk benne, lehet, hogy tudjuk, hogy sokkal erősebbek nálunk, mert azért itt, ha már Amerikával összejátszás van, nyilván itt van a szovjet hadsereg, megszállt ország vagyunk, azért ez a fajta együttműködés, ne legyünk naívak, ez nem magyar kezdeményezés, és nem magyar találmány, és nem magyarok, akik ezt üzemeltetik, hanem egy állam felett álló valamiféle hálózat, ahol kollaborál egymással, akár a Szovjetunió és Amerika is. Tehát nem hiszem, hogy a magyar vezetés részéről meg lehetne akadályozni ezt az üzletet. Valószínűleg vannak a pártvezetésben olyanok, akik jól is járnak vele, vannak olyanok, akik nem csak el kell tűrniük, de engedik a nyomozást, biztos, ami biztos, egy biztosítékként legyenek adatok. Na, ez most egy saját, csak így tudom elképzelni. Erre nincsen bizonyítékom egyelőre, ez egy teória. Viszont azt tudjuk, hogy az állambiztonsága, hogy nyomoz, elér odáig, hogy 86-ban meghal Russai István, és hagy egy végrendeletet, amelyben a teljes vagyonát a feleségére, aki a Szőnyi Olga opera énekesnő egyébként, és az első házasságából származó fiára hagyja. És akkor innen indul egy hajsza a vagyon után. Ebből is gondolom, hogy Russai lehet, hogy egy stróman volt. Mert különben, tehát ott követi el a bajt, hogy a végrendeletében a vagyont a családjára hagyja. Onnan lehet tudni ezt, és inkább csak áttételes, meg másodlagos információk, hogy tényleg van valami hajsza, hogy egyrészt a kémelhárítás létrehoz egy operatív akciócsoportot, amelynek az a feladata, hogy feltérképezze a Russai vagyonát. Ugyanakkor a Szőnyi Olga elkezd pereskedni, mert nem tud hozzáférni a vagyonhoz. Nyakán van a kémelhárítás, ki tudja, hogy még milyen mafiózok vannak a nyakán. Az ügyvédje egy véletlen baleset folytán elhalálozik, és akkor a Szőnyi Olga azt mondja, hogy jó, köszöni szépen, ő kiszáll ebből, fontosabb az élete. Tehát valószínűleg itt nagyon komoly háttértörténések zajlanak. Miközben a kémelhárítás is nyomoz, és ez is nagyon érdekes, hogy a nyomozati anyag, amit a 3x2-es csoportfőnökség létrehoz a 80-as évek folyamán, az ma sem kutatható. Tehát tudunk róla, tehát a levéltárban van nyoma, hogy 3 vagy 4 vaskos dossziéban gyűlhetett össze ez az anyag, de mai napig az utódszolgálatnál van, nem kutatható, szigorúan titkos. Amiért mégis tudtam kutatni, ez egy nagyon speciális iratanyag, 79-ben elkezdi ezt azt a 3-as főcsoportfőnökség, tehát a BM, hogy napi jelentéseket írogat, tehát a operatív szempontból aznap fontos eseményeket tematikától függetlenül, ilyen A4-es oldalakra összesíti egy-egy bekezdésben, összefoglalja, és ezt felterjeszti a vezetés, tehát a belügyi vezetés, a pártvezetés, a kormányvezetés felé, ez a napi operatív információs jelentések. De ez csak egy nagyon zanzásított változata az aznap történteknek, ráadásul vegyes, tehát abban minden van, a 3x3-as megfigyelésektől, a hírszerzésen át, mindenféle, amit fontosnak tart a 3-as főcsoportfőnökség, tehát, és ezekben egy-egy bekezdés ilyen napi szinten utalnak rá. Tehát ez az iratanyag viszont kutatható, nehéz is fenntartani a nem kutathatóságát, hiszen mondom vegyes, tehát nem lehet most ezt a átnézni egyesével, iszonyat mennyiségű anyag, hát gondolhatja, hogy 10 éven keresztül napi szinten ezt letették az asztalra, viszont ennek köszönhetően nem egyszerű összebogarászni erre az ügyre vonatkozó kis bekezdéseket, de azért összeáll egy alapkép. És ebből tudjuk, hogy 86-ban létrejön egy akciócsoport, amelynek az a feladata, hogy kimegy
effektíve kiutazik Bécsbe, Svájcba, Liechtensteinbe, a különböző bankokhoz, ahol feltételezik, hogy russainak van számlája, vagy betétje, vagy valami, és egyesével kezdik feltárni. Itt nagyon komoly operatív akciók vannak például, mert a bank széfekhez való hozzáférés, tehát a kód, az ilyen opera áriák partitúrájába van valahogy belekódolva, ami Szőnyi Olgánál van, tehát ez kész kémregény, ahogy ezekhez hozzáférnek, és ez úgy néz ki, hogy hát akkor lejelentik, hogy már bementünk egy svájci bankba, kinyitottunk egy széfet, volt benne, nem tudom, 60 kiló ezüst, 30 kiló arany, 5 másik széfkulcs, megyünk, nyomozzuk tovább, hogy melyik a másik széfek hol vannak. Tehát ez egy 3 évig tartó nyomozás egyébként, ami során lejelentgetik, hogy miket találtak. Én összesítettem ennek a 3 évnek, de csak azt, amit számszerűsíteni lehet, mert itt vannak kötvények, alapítványok, cégiratok, tehát egy csomó olyan dolog, amit nem tudott a BM sem számszerűsíteni, megadni az értékét, tehát csak a nemesfémek, ékszerek és valuták értékéről van szó. Ez az összeg, amit feltárnak, a 89-es költségvetési hiány 20%-át teszi ki. És akkor hozzá kell tenni, hogy ugyanennyi van a Korzil Heinrichnél. Ugye mondtam, hogy ugyanannyit kap a russai, feleztek. Tehát az már 40%, a költségvetési hiány 40%-a, és ez még csak az, amit megtalált a BM, és csak az, amit számszerűsíteni tudott. Döbbenetes pénz, és ráadásul ez, ami a russai nevén volt. 86-ban a russai meghalt, de az üzlet folytatódott. És egy Tóth József nevezetű ember lett a Mineral Impexnek a vezetője, aki ezt a konstrukciót ugyanúgy viszi 89 végéig, mai napig az olaj piacnak egy meghatározó személyiség egyébként, és leírja a kémelhárítás, hogy oké, ezt föltártuk, ezt az összeget, de az alatt a 3 év alatt, míg mi nyomoztunk, ennek a többszöröse tűnt el ugyanezben az üzletben. Úgyhogy egészen hajmeresztő, és persze azt se tudjuk, hogy mi lett azzal a pénzzel, amit az állambiztonság összeszedett, ugyanis az első jelentések arról szóltak, hogy küldik haza vagy a Magyar Nemzeti Bankba, vagy a pénzintézetbe. De az első néhány jelentés. Utána arról jön egy jelentés, hogy igazából ez nagyon bonyolult így egyesével küldözgetni. Nyitunk egy Bécsben egy számlát valamelyik banknál, és ott fogjuk összegyűjteni, és majd egyben átemeljük aztán a végén, a nyomozás végén a Nemzeti Bankba. Erről már nincs jelentés, tehát nem tudom, hogy átemelték-e. Igazából a belkereskedelmi is a külkereskedelmi vállalatok kezében volt, tehát az iparvállalatoknak semmi közük nem volt a piachoz. Innentől kezdve nem is tudtak gazdaságosan termelni. Tehát akkor hogy csak azért, hogy a nézők értsék. Tehát, hogyha szarvason csináltak egy vasalót, és ezt mondjuk ki akarták vinni Németországba, azt nem tudta megcsinálni a szarvasi cég, hogy ezt kiviszi Németországba, csak ezen a külkereskedelmi vállalaton keresztül. Így van, ráadásul az anyagbeszerzés is, tehát a nyersanyagbeszerzés is az Impexek kezében volt. Azt sem tudta megcsinálni egy iparvállalat, leadta az aktuális, tehát ezeken szakosítottak voltak ezek a külkereskedelmi vállalatok, tehát minden termelő vállalat tudta, hogy melyik az Impex, amivel neki kapcsolatban kell állni. Tehát leadta az igénylést, a nyersanyag igénylést, az eszközigénylést, és leadta a készterméket is, és az teljes forgalmazást ezek az Impexek végezték. És ráadásul az új gazdasági mechanizmusnak az egyik legnagyobb dobása az lett volna, hogy az iparvállalatok vissza akarták kapni a piacra jutás lehetőséget, tehát a kereskedelmi jogot. És az új gazdasági mechanizmus ezt próbálta is szabályozni, tehát próbált itt liberalizálni, hiszen az egész rendszer úgy volt gazdaságtalan, ahogy volt. És ezért a külkereskedelmi maffiának ez egy nagyon fájó pont volt, hogy a monopóliumuk megszűnik. Ezért kellett elbuktatni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ugyan 68 után történt némi lazítás ezen a téren, de egészen a 80-as évek végéig a teljes külkereskedelmi forgalom 70%-át az Impexek csinálták. Tehát az a 30%, ami 68 után visszakerült a termelő kapacitásokhoz, azok is részben, vagy leginkább titkos szolgálati célokból történtek, például a Videoton, hogy egy nagyot említsek, visszakapja a külkereskedelmi jogot, ezek általában azért, mert embargós beszerzéseket végeznek.
és titkos szolgálati, ráadásul szovjet titkos szolgálati érdekeket szolgálnak ki. Tehát ez a 30% döntő többsége is olyan. Mert azért ezt hozzá kell tenni, hogy miért engedi egy diktatúra, egy pártállam, hogy ez a szisztéma működjön. Olyan nincs, hogy nem látnak rá. Hát dehogy nem. Itt kétpólusú világrend van, minden nyugati kapcsolatban beszáll a titkos szolgálat. Legyen az bármilyen tudományos, kereskedelmi, gazdasági, bármiféle műszaki együttműködés, tanulmányút, akármi. A titkos szolgálat ott van. Tehát ezeknek a segítségével történik ez a kereskedelmi visszaélés sorozat, és a legnagyobb ideológiai oka, amiért ezt engedik, hogy ezeken az offshore cégeken keresztül bármiféle high-tech technológiát be lehet hozni a blogba. Hiszen hiába vannak kokomlisták, hiába van embargó, ha egy olyan cég vásárolja szabadon a kapitalista piacon, aki egyáltalán nem köthető a keleti blokkhoz, simán megvásárolhatja. Aztán becsempészi a blogba, becsempészi Moszkvába. Tehát ez volt az ideológiai oka, amiért fenntartották ezt a hálózatot, és egészen biztos, hogy ennek a hálózatnak köszönhetően eltűnt pénz egy jelentős része bizony embargós beszerzésekre mehetett. Hát, amit tudunk, hogy a 80-as évekre a legnagyobb embargós beszállító Magyarország lett. Az egyik legkiemeltebb a Videoton. Úgyhogy nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora az az összeg, ami eltűnt, és azt sem lehet pontosan tudni, hogy ennek mekkora százaléka vándorolt magánzsebekbe, és mekkora százalékát emésztette fel a kokomlista kijátszása. Hogyha nem így működött volna, és hogyha nem engedte volna az akkori vezetés ezt, amiről elvileg meg gyakorlatilag tudott, akkor azért a magyar nemzet sokkal jobban boldogult volna annak idején, meg talán még lehet, hogy még ha ez működik, még a mai rendszerben is szerintem működik, csak másképpen, akkor talán a mai nemzet is jobban boldogulna, mint ahogy boldogul. Olyannyira, hogy most egy két dolog, amit feltétlenül fontosnak tartok elmondani. Az egyik az, hogy az a fajta narratíva, hogy a Kádár rendszer azért adósodik el, hogy fenntartsa az életszínvonalat, az emelkedő életszínvonalat, gyakorlatilag túlfogyaszt a magyar társadalom, ez nem igaz. Tehát az, amit a magyar társadalom elfogyaszt, az a szűk jólét, amit biztosít a Kádár rendszer, azt a magyar társadalom vérrel verejtékkel megtermeli. És végtelenül károsnak tartom erkölcsileg, morálisan, mindenhogyan, hogy ezt az aljasságot, hogy annak az ódiumát, annak a felelősségét a magyar társadalom nyakába varják, hogy ők lerabolják az országot. Annak a társadalomnak a nyakába, aki egy diktatúrában él, semmi lehetősége nincs beleszólni a történésekbe. Tehát ez nagyon fontos szerintem hangsúlyozni. A másik pedig, hogy azt látni kell, hogy ezt nem a magyar pártelit, meg a magyar pártállam irányítja. Itt sokkal, tehát a pártot meghaladó és Magyarországot meghaladó érdekekről van szó, gazdasági érdekekről. Nekem meggyőződésem, hogy az a fajta ma globális gazdasági világnak hívjuk, de ez a fajta nemzetköziség, ugye, hát korábban élt, mint amikor nem 90-ben kezdődött. Tehát olyan multinacionális cégeknek a gazdasági érdekei álltak e mögött a hálózat mögött, amelyek jócskán, tehát ezek államon felülálló gazdasági érdekek. És ha megnézzük most a világot, tudjuk, hogy ezek a multinacionális cégek irányítanak mindent. Igen. Tehát ezt az előképét látjuk már itt Magyarországon a 70-es évek elejétől kezdve teljesen egyértelműen. Véleményem szerint a kétpólusú világrend és az egész szovjet blokk fenntartása addig tartják fönt, addig tartják életben, amíg az ebből folyó előnyöket ki tudják aknázni. Abban a pillanatban, amikor már a saját maguk által létrehozott sajátos rend gátószolgál, tehát határokat szab, abban a pillanatban leomlik a kétpólusú világrend, leomlik a Szovjetunió és a keleti blokk. De hogy itt mire gondolok? Hát kicsit konkrétabban arra, hogy
a keleti blokkban nincsenek versenytársak. Itt egy olyan pártállam által kiválasztott egyének vagy cégek nyerhetnek teret gazdaságilag, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy versenyeztetniük kellene, mint mondjuk nyugaton. Most készül a hálózat pénzének a folytatása, és hamarosan elkészül a kézirat, úgyhogy még ebben az évben biztosan megjelenik, amely pont azt mutatja be, hogy az a fajta hálózat, ami 44-45-ben elkezd kiépülni, egyébként náci segítséggel, ugye, mint ki egykori náci és kommunista kollaboráció önmagában, eszement dolog ez. Tehát ami akkor kiépül, az hogy működik aztán 56 után a Kádár rendszerben. És azt lehet látni, hogy a Kádár rendszer a már meglévő hálózatok felfuttatásáért felelős. Kádár szerintem feladatul kapja, hogy neki ennek a hálózatot neki támogatni kell, ki kell szélesíteni. Ez a kádári nyugati nyitás. Kádári nyugati nyitás politikája nem azért van elsősorban, hogy a magyar ember jobban éljen, hanem azért, hogy ez a hálózat kiteljesedhessen. És Kádár ezt megteszi, persze saját politikai hasznot kovácsol belőle nyilván, és ez a fajta hálózat lehetővé teszi azt, hogy bizonyos privilegizált nyugati cégek, mondjuk a Siemens, elképesztő nagy teret nyer Magyarországon. Nincs versenytársa a keleti blokkban. Azért, mert minden a pártállam által és a titkos szolgálatok által kontrollált. Tehát, ha valaki kinéz egy céget, konkrétan a Siemens, a Siemens történet lesz a fő gerincennek a kötetnek, hogy hogyan nyer teret, gyakorlatilag olyan szabadrablást végezhet meg, piaci térnyerést könyvelhetnek el ezek az egyik-másik kiválasztott nyugati cég, ami hatalmas előnyt jelent a nyugati versenyeztetéshez képest. És addig, amíg ez jól működik, addig, amíg ebben van pénz, addig fönnáll a kétpólusú világrend. Amikor már olyan szinten elszegényedett ez a térség, hogy már ez a fajta monopólium sem segít az, hogy jó sok tőkét lehessen innen kiszivattyúzni, akkor egyik napról a másikra ránk borítják a szabadpiacgazdaságot, ami egy újfajta lehetőséget ad a további szabadrablásra, ugye privatizációk, stb. Úgyhogy döbbenetes egyébként a privatizációt, ez is most benne lesz az új könyvemben, hogy 1957 nyarán, 57, itt van a Nyugat-Német Szabaddemokrata Pártnak a küldöttsége Magyarországon. Tárgyalnak, az a legfőbb problémájuk, meg egyébként a CDU is ugyanezt csinálja, az a legfőbb problémájuk, hogy oké, Kádár, hatalomátvétel, felejtsük el, hogy itt szovjet tankok meg levertek egy szabadságharcot, oké, jótékony fájtlat borítsunk rá, de hát amire nem lehet, hogy még statáriális bíróságok vannak. És ezekre a statáriális ítéletnél ugye ez úgy nézett ki, hogy vagy bűnös, vagy nem, ha bűnös volt, halál. Nem volt más lehetőség kiszabni más ítéletet. Tehát azért ez egy nagyon kegyetlen dolog volt, ez egy évig, 57 őszéig érvényben volt Magyarországon. És hát azért ezek a finoman szocializált, kényes úri népség Nyugat-Európában, hát azért nem engedhette meg magának, hogy egy ilyen gyilkos diktátorral együtt működjön. Próbálják rábeszélni Kádárt, hogy oké, ne legyen statáriális ítélkezés, de legalább ne legyen nyilvános. Csinálják csöndben, ne derüljenek ki, hogy akkor itt milyen kivégzések vannak, mert hogy hát így nehéz üzletelni veletek, mert akkor nyugati társadalmak ki vannak akadva. És akkor itt elég cinikus egyébként a magyar részről a tárgyalást vezető külkereskedő, ilyen külkereskedelmi minisztériumnak a főosztályvezetője, Nyerges János nevezető emberről van szó, aki azt mondja, hogy hát benneteket nem zavar, mi van Spanyolországban, nem zavar, mi van Dél-Afrikában, akkor az se zavarjon, hogy mi van Magyarországon. És akkor azt mondják a nyugat-német politikusokat, jó, hát erre most nem tudunk, mit van, oké. És mennek a tárgyalások, és elhangzik az, hogy ők számítanak arra, és itt mondom, 57 nyarán járunk, FDP, tehát a Nyugat-Német Szabaddemokrata Párt, akiknek a döntő többsége, tehát amikor megalakul az FDP, azért egykori nácik vannak benne, tehát itt 57-ben olyan emberek tárgyalnak, akik Hitler hívei voltak, és magas náci posztokon ültek néhány évvel korábban, és ráadásul az FDP mögött van a nyugati, tehát a nyugat-német nagy tőke. Tehát itt azért nagy multinacionális cégekről van szó szintén, és
arról egyezkednek, hogyha Magyarországon valami gazdasági liberalizáció kezdődne itt most a Kádár rendszer kiépülésével, akkor mennyiben számíthatnak reprivatizációra? Tehát, vagy mennyire sem? És akkor megnyugtatják őket a magyar gazdaságpolitikusok 57 nyarán, hogy itt reprivatizációra már nincsen lehetőség, mert az egykori gazdasági elitet mi már kivégeztük, kicsináltuk, száműztük, tehát nincs kinek visszaadni már a vagyonokat, ha itt gazdasági liberalizáció lesz, akkor itt privatizációk lesznek, és akkor a nyugatnémet nagytőke nagyon örült 57-ben. Most, tehát nem a semmiből jön a 80-as évek második felében, az az úgynevezett, ugye magát technokráciának szereti nevezni, akik aztán ezt a gazdasági átmenetet levezénylik. Ennek nagyon komoly nyugati háttere van, és nagyon komoly előképe is készülnek rá. Tehát ijesztő egyébként, és az is ijesztő, hogy ugyanez, tehát az a fajta felelősségáthárítás, amit mondjuk a kádári eladósodással kapcsolatban csinálnak, az részben megvan a privatizációk kapcsán is, de szerencsére ott már azért kevésbé lehet ezt a maszlagot az emberekkel megetetni, de azért vannak olyan magyarázatok, hogy itt azok a kiskereskedelmi réteg, vagy a kisvállalkozók, akik a 80-as évek első felétől már létrejönnek, magántaxisok, lángossütők a Balaton, nem tudom, hogy ők kerülnek olyan gazdasági pozícióba, hogy aztán részt vesznek a privatizációkba. Hát egy lángossütő nem privatizál, egy magántaxis nem privatizál. Tehát, hogy ez is akkora hazugság, de szerencsére azért ezt már nem lehet nagyon széles tömegekkel elhitetni.